fel akarok szállni a mentőcsapattal. Megtiltja. Ez felesleges kockázat. Minek? Azt sem tudjuk rám bújni élni. 1976. október 28-án születtem. Első látásra úgy érzett, hogy minden rendben van. Később kiderült, hogy az egyik lábam, a jobb lábam az donga láb, és ebből kialakult egy gerincfelülés, aminek utána a fűzők sorozata és gyógykezelések sorozata következett. Gyerekkorom eseménydús volt, mert az ének és a járkálás ez meghatározta az életemet, tehát menni akartam mindig valahova, és mindegy volt, hogy hova csak menni. Vegyél nekem egy szekrényt, vegyél nekem egy szekrényt, nyoma sincs a rendnek, ha folyognak meleg ágya. Hát én itt lakom Debrecenben, ebben a bérházban, édesanyámmal. Édesapám pár éve meghalt, úgyhogy anyával maradtam. És a zeneszeretet az végig kísérte az életemet, tulajdonképpen 2 éves koromtól. Dolly Rambo, Dolly Rambo. Egy fél óra beszélgetés után közöltem vele, hogy én szerelmes vagyok vele, és hogy szeretnék a barátja lenni, és ez az ismeretség így kezdődött. És ennek már 3 éve, 9 hónapja és 3 hete, hogy ez így van. Annyira szeretlek. Te vagy minden. Bizony. 2 éves koromban megszállt a zeneszeretete. Igazából akkor még olyan számokat hallgattam, amire anyáik táncoltak. Ezzel együtt megtanultam 2 számot, a Sohasem mondott és a Momokórát, amit már is tudtam énekelni kívülről. 14 éves koromban megismerkedtem a Kondor testvérekkel, és ekkor indult be igazából a zenei karrier. Énekesnő akartam lenni. Szekrényemben káosz van, minden csak egy halomba, nyoma sincs a rendnek ma, molyoknak meleg ágya. 2003-ban született a Dolly Rambo, tehát most már olyan 11 éves a zenekar. Kiderült, hogy az egyik tagunk, akit a párom váltott fel, ő Rambót szereti, meg a Dollyról, úgyhogy így jött össze a Dolly Rambo. De rád úgy kell vigyázni, hogy csak ma. Dolly Rambo egy nagyon jó projekt, a öcsémnek a szüleménye. Ja. Bátyámnak vagyok az öccse. Meg az öccsének a bátya, és így zenéleg és technikailag támogatjuk Erikát. Kisikakó, nem voltunk maga, aki én elhoztat ma, ötöntővel messzúra. Tulajdonképpen az volt a legjobb, amikor ojtották a rajongók a szöveget, tehát a nézőközönségbe segített. A számok nagy részt a Kondor Tamás agyaszüleményét tükrözik. Dolly Rambo zenekar, egy rambófilm utáni rém állapot, tehát ezért alakult a Dolly Rambo, hogy egy olyan alkossunk, ami nem egy szokványos dolog. Egy barátom sokáig nyaggatott azzal, hogy miért nem énekel Erika. És végül is ezért alakultak a zenekar, hogy a barátomnak örömet okozzak, és ezt a rém állapotot próbáljuk így összerakni ebben a zenében. Erika művészete? Kultúrszeparatizmus. Tehát mi ezt teljesen komolyan gondoljuk. Valaki ezt elviszi, valaki nem. Hát Erika nem evilági hangjára épül ez az egész műfaj. Senki nem tudja, hogy előadja a számokat, ahogy én tudom előadni. Ehhez hasonló, vagy ilyen jó zenekar nem volt még, és nem is lesz. Én nagyon vigyázok rá, mindenem ő. Túlságosan is komolyan veszem, hiszen én maximumot követelek mindig magamtól, önmagamtól is. Erikával, művésznővel 90. április 12-én kötöttünk kollégiális kapcsolatot a Juhász Jácint BT-vel még a egykori Fiklub színpadán.
mit is mondhatnék Erikáról? Hát egyszerűen Erika a zenekar szépsége, üdefoltja mindenünk, egyszerűen nagyon szépen mondom, mindenünk Erika. Egy ilyen édes kislány, énekes, ennyi hangból egy ilyen kislány vált, azt el sem bírják gondolni. A 90-es években ismertem meg Kerék Gyártó Erikát. Akkor még nem tudtam, hogy az ellenség beépített ügynöke. Azóta már tudom. Sőt, én is az ellenséghez tartozom. De az igazi érték az a hangom. Dolyrangó van, él és lesz is, csak egy kicsit gyengébb formában. Dolyrangó vagyok, énekesnő.